Változatlan formában hirdeti ki a kormány az útdíjrendszer átalakítására vonatkozó rendeletét. Többek között ez derült ki az ezzel kapcsolatos szakmai egyeztetésen, amelyről a 24.hu számolt be. A közlekedési tárca jelezte, nincs lehetőség olyan változásra, amely veszélyezteti a kormány 2024-es költségvetési céljait. Ugyanakkor a szakmai kezdeményezések vizsgálatára munkacsoportokat állítanak fel. Az érdekképviseletek súlyos hibának tartják, hogy az októberi 17,6%-os útdíjemelést követően a kormány kihirdeti a januártól bevezetendő új útdíjstruktúrát. Az úthasználat zaj és légszennyezését, valamint széndioxid kibocsátását ellentételező külső költségdíj bevezetése jármű kategóriáktól függően újabb 30-80%-os útdíj növekedést eredményez. Ez a költségnövekedés pedig hozzájárul az infláció növekedéséhez, mondják a szakmai szervezetek. Februártól az autóbuszok is bekerülnek a Húgó rendszerbe, ami jelentősen drágítja majd a személyszállítási szolgáltatásokat, így például a magyar családokat érintő iskolai kirándulásokat is. És az érdekes helyzetet megbeszéljük egyfelől Árvai Tivadarral, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárával. Másrészt itt ül Gémesi György is, Gödöllő polgármester. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A Magyar Önkormányzati Szövetség elnöke. Ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy ha nem tudnak a benzinkutak úrrá lenni az üzemanyag áron, akkor a kormány be fog avatkozni. Na most, ehhez képest, ha jól értem, akkor van egy uniós felhatalmazás a tagállamok részére, amely 2026-ig a külső költségtényezőket tulajdonképpen bevezethetné a rendszerbe, és mi azonnal bevezetjük, tehát egy jelentős drágulást hozunk létre a közlekedésben résztvevők számára. Miért szükséges ez? Jó, költségvetés, de oké, de tulajdonképpen ez miért fontos? Ja, a válasz el is hangzott a kérdésben, a költségvetési előirányzat jövőre 150 milliárd forinttal többet szeretne beszedni az útdíjakból, mint ebben az évben. Ez összességében már egy 450 milliárd forint körüli bevételt jelent. Ezen az itt is említett egyeztetésen az elhangzott, hogy olyan kormányzati intézkedésre, amely ennek a 150 milliárdos plusznak a bevételét, beszedését veszélyezteti, nem nagyon számíthat a szakma. Mi ugyanakkor azt jeleztük ezen az egyeztetésen, hogy amennyiben ez így lesz, akkor az a költségnövekedés, ami egyébként az előbb említett üzemanyagár miatt, és most az erre rakódó további útdíjemelés miatt a fuvarozásban megjelenik, közúti áruszállításban és személyszállításban is, az egyértelműen egy erős infláció gerjesztő hatású áremelkedést fog elindítani, hiszen a gazdaság működésének az alapja, a gerince a közúti áruszállítás. Az áruk 70-80%-a közúton mozog, tehát ezt nem lehet kikerülni. Ez nem a kérdés a kérdésért volt, amit én feltettem, hanem ugye vajon az uniónak az, hogy a tagállamok több pénzt szedjenek be, egyébként leterelve a településekre a forgalmat, ez miért jó? Jó kérdés. Egyrészt ugye a magyar költségvetés gondban van, nyilván be kell szedni a pénzeket, be lehet bújni ilyen jellegű uniós irányelvek mögé, de nyilván más úthálózatban gondolkodik az unió, mint ami Magyarországon van. Ez a forrás, amit beszednek extra adóként, ez messze nem annyi, mint amennyi kellene a utak karbantartására, illetve nincs visszaforgatva az utak karbantartására. Pedig elvileg a súlyadó erre való. Pontosan így van, tehát nagyon sok, hát meg ott van a gépjárműadó, amit most teljes mértékben elvettek ugye az önkormányoktól, tehát sok-sok pénz van, sok-sok forrás van arra, hogy visszaforgassák a közúthálózatba, de a közúthálózat... Azt hiszem, hogy a súlyadó, az a régi neve, a gépjárműadó, a mostani igen. neve. Igen, így igen. van. Így van. Igen. Az is nagyjából olyan 200-250 milliárd forintos nagyságrend, most nem tudom, hogy emelkedette vagy nem az elmúlt időszakban, mert már nincs önkormányzati hatása. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy nyilván egy más úthálózatban gondolkodik a Unió, és ez az úthálózat, ami Magyarországon van, ez alkalmatlan ezeknek az alkalmazására. Tehát egyrészt nyilván többletköltség maguknak a fuvarozóknak, és visszatereli az alsóbrendű utakra a forgalmat, ami a települések számára mint az átmenő forgalom, mint az út minősége tekintetében hihetetlen nagy veszteség és kár, mert nem
kerül vissza ez a forrás az utak állapotának javítására. Én magam nagyon sokat kerékpározok, és a kisebb és alsóbb rendű utakat használom sokszor. Hát sajnos gyalázatos állapotban vannak nagyon sok helyen. Hétfőn volt az egyeztetés az építési és fejlesztési minisztériumban, ugye így hívják? Mind a kettő, az építési és közlekedési és a gazdaságfejlesztési minisztérium is igen. Részt vett. Az a kérdés, hogy akkor, amikor októberre meg van hirdetve az emelés, mert már ugye ez a rendelet ez el van fogadva, 17% azt hiszem az emelt összeg, ugye? Akkor miért most egyeztetünk? Ugye két UDI emelés lesz, ez nagyon fontos igen. Rögzíteni. Az egyik, az eddig is a rendszerben lévő infláció követő díj emelés, ami a júliusi 17,6%-os inflációs adattal október 1-től lép életbe a HUGO rendszerbe, tehát ez lakosságot nem érinti. Lesz egy második díj emelés, amelyik januártól a külső költségdíj bevezetése miatt lép be a rendszerbe, és itt ugye a mostani, tehát az október előtti UDI mértékhez képest igaz ez a 30-80%-os szint, tehát 17,6, és aztán majd lesz januárban egy újabb emelés, ami akkor egy olyan 10% körüli még, ami erre rárakódik. Tehát összességében beszélünk el az UDI emelés mértékéről, és azért most egyeztetünk róla, mert egyébként a rendeletet a kormányzat kibocsátott a társadalmi vitára, a Magyar Közúti Forozók Egyesülete a társadalmi képviseletekkel együtt ezt időben véleményezte is, és a tegnapi egyeztetésen szembesültünk azzal, hogy egyetlen egy olyan javaslat sem került be a rendeletbe, amit a közúti forrózók annak érdekében tettek, hogy egyrészt az alágazat működését segítsék, másrészt azt a kormányzati célt, amelyik azt mondja, hogy a logisztikai ágazat GDP termelő képességét 5-10%-ra szeretne emelni 2030-ra, az megvalósulhasson, harmadrészt ugye a lakosságra átterhelt költségek az inflációt ne gerjesszék tovább. Azt gondoltuk, hogy ez szempont. Mondhatnám, hogy szerencséjük van, hogy nem kamarába tömörültek, mert akkor most veszélyben lennének, de ezt nem mondom. Mégis munkacsoportot hoz létre a kormány, tehát mindenki örül, ha jól értem, de például Gödöllő szempontjából, vagy az olyan települések, amelyek agglomerációsak, és mondjuk nagyon közel van az autópálya, ugye letereli, vagy akár a főút, mert ott több főút találkozik. Mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy az eddigi átmenő forgalom, ami egyébként elviselhetetlen ma már, hiszen nincs elkerülő útja Gödöllőnek, az csak növekedni fog, és az utak állapota rosszabb lesz. Tehát ez a gödöllői lakosságnak ezt a kettő jövőt jósolják, illetve hát nyilván a légszennyezés. Tehát mi egy nagyon tiszta levegői város vagyunk, az átmenő forgalom nagyon megterhel minket, nagyon jó a vasúti és a hévközlekedés, mégis ez az átmenő forgalom, ez egy 20, hát inkább 30-40%-kal növeli meg a város központjának a terhelését. Ha ez növekszik, kamionokkal, nagy járművekkel, az a mi mindennapi életünket fogja nyilván nehezíteni. Az rendben van, hogy a szakmai szervezetek ott ülnek az asztalnál, de például a települések ott ülnek-e? Hát mi nem ülünk, mi más asztalhoz sem nagyon vagyunk odahívva. Látszat egyeztetések vannak, a belügyminisztériumban van egy ilyen fórum, ami az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának hívnak. Nagyon kellemesen el tudunk beszélgetni, de igazán nagy hatással nem tudunk lenni a folyamatokra. Még nagyon sok meglepetést fog tartogatni nekünk a már elfogadott 24-es költségvetés, tehát a 2024-es költségvetés, mert valószínűleg sok minden nem tartható, pláne az inflációs növekedés az nagyon megnehezíti a mi helyzetünket. Azt olvastam, hogy a lakosságot, mert hogy végül is az nagyon fontos, hogy milyen szempontból érinti, például úgy, hogy egy osztálykirándulásra a buszok költségigénye az ugye jelentősen megnő, de önök azért fuvarozókkal egyeztetnek naponta, mint szakmai szervezet, vagy hát köztük élik az életüket. Őket például ez a költségtöblet hogy érinti? Ki kell gazdálkodni? Ezt nem lehet kigazdálkodni, ezt át kell hárítani. Ezt a megbízó oldalnak is meg kell érteni, hogy amennyiben a fuvarozói költségszint nem tudja követni, önköltségszint nem tudja követni ezt a díjemelést, akkor a fuvarozók százai fognak nagyon rövid időn belül csődbe menni. Ugye a fuvarozói struktúra az jellemzően kis és mikrovállalkozások ra épülve áll össze, 80-70-80% körül minimum ez az arány, ott nincsenek olyan tartalékok, amiből
ilyen költségeket meg lehetne finanszírozni. Tehát ezt tovább kell hárítani a megbízói oldal felé. A megbízói oldal nyilván, hogyha díjemelés van, akkor tovább hárítja az árukba, a termelésbe, a szolgáltatásokba, a fogyasztási cikkekbe. És visszautalva ugye az autóbuszos kérdésre, egy teljesen érthetetlen helyzet alakult ki, ugyanis az autóbuszokat egy kategóriába sorolta a rendelet, nevezetesen a kéttengelyes autóbusz az egy típusú autóbuszként szerepel a rendeletbe, egy útdíjjal. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 9-10 személyes autóbuszt és a 44 személyes autóbusz ugyanaz a díj terheli, miközben hát nyilván a termelőképessége egy ilyen eszköznek nem ugyanaz, másrészt nyilván a súlya sem ugyanaz, tehát az sem igaz, hogy az utat ugyan a mértékben rongálja. Van remény arra, hogy ezekben az ügyekben előrelépés lesz, és valamilyen fajta változás kialakulhat, de egyébként mi számos olyan javaslatot tettünk ugye az önkormányzatok szempontjából, és ez nyilván lényeges, ami pont arra utal, hogy mi azt szeretnénk, hogy ha már egyszer díjemelés van, ha már egyszer be kell szedni ezt az összeget, akkor lehetőség szerint terheljük azokat az utakat, amelyek autópályák a magasabb terhelésre tervezettek. Tehát mi azt kértük például, hogy jelöljünk ki konkrét tranzitútvonalakat, hogy az országon áthaladó nemzetközi forgalom kizárólag autópályán közlekedhessen. Azt javasoltuk, hogy azt a bizonyos viszonylati jegyet, ami olyan, mint egy buszjegy, amit megveszek, és valamennyi ideig érvényes, hogy ezt töröljük el, hogy ne lehessen blitzelni vele, számos fuvarozó sajnos él azzal a lehetőséggel, hogy a viszonylag hatékony ellenőrzés hiányában vesz egy ilyen szakaszjegyet, ezzel egy adott szakaszon reggeltől estig jár kell, és csak akkor érvényesíti, ha úgy tetszik, ha ott van az a sárga villogós autó, amit mindenki ismer. Ezek olyan hiányosságok, amikkel ha odafigyelünk, akkor igenis több pénzt lehet beszedni, kevésbé terheljük a lakosságot a városi forgalommal, és azok a kormányzati célok is teljesülhetnek, amiről itt most beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy a fuvarozók foggal körömmel tiltakoznak egy magasabb údi ellen, ha egyébként ez az údi visszaforgatásra kerül az infrastruktúra fejlesztésbe, de ha a jogkövető fuvarozó csattan az ostor, aki eddig is megfizette, és most a magasabbat fogja, és a blitzelők száma, a leterelődés, a lakosság zavarása ettől magasabb lesz, akkor ez egy rossz irány, azt gondoljuk. Miben gondolkoznak az önkormányzatok? Mert ugye ez a kérdés talán az 5. vagy 20. közti problematika az önkormányzati rendszerben. Hát nyilván megjegyezzük majd nyilván ezeken a fórumokon, hogy ez sem volt egy szerencsés döntés, de nekünk egy nagyon komoly olyan csomag van a nyakunkban, amit túl kell élni. Itt van a következő fűtési szezon, energia árak azért nem mentek le annyira, hogy könnyedén tudnánk venni a korábbihoz hasonlóan nehéz helyzet elé állít minket. Itt vannak az inflációs történetek, az árak egyébként, ez is érint minket. Rengeteg olyan jellegű iskolai kirándulás, sport, helyeseményre való odajutás, busszal tesznek a gyerekek, ennek a költségei is növekedni fognak. Tehát minden visszacsatolódik a mindennapi élethez, és azt kell látni, hogy ha tetszik, ha nem, ezt az állampolgár fizeti meg, még akkor is, hogyha a másikra terheli. Hát ezt hallottuk, át kell hárítani. Nem tudja kitermelni, valakinek ki kell fizetni ezt a számlát, és a végső állomás az állampolgár. Vagy kifizeti, vagy nem, vagy igénybe veszi a szolgáltatást, vagy nem. Ha nem veszi igénybe, akkor pedig egzisztenciás gondokat okoz annak a szektornak, amelyik egyik szolgáltat maga színvonalon. Jó csoportos munkát kívánok. Köszönjük. Köszönöm.